Május éjszakán, mit is kívánok? Május éjszakán, csodára várok. Május éjszakán, szomjazik a szám, egyszer elmes csók után. Mert ahol sugár, a csókra csábít, hajkam arra vár, és egyre lázít, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, csak nézni két szemét, édes kettesbe lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne. Május éjszakán, mit is kívánok? Május éjszakán, csodára várok. Május éjszakán, úgy szomjazik a szám, egy szerelmes csók után. Szeretni, a kedvét keresni, csak nézni, csak mai nézni két szemét. Így jó barátbarátom elmondta, egy ciklust zárunk, és miután sorsokkal kezünket, egy hosszabb ciklust nyitunk is. Én bízom benne, hogy az előtte állatunk szép, legalább olyan szép lesz, mint az elmúlt. A ma este arra való, hogy ünnepeljünk, barátkozunk, nagy tisztelettel és külön köszöntöm a körünkbe megjelent földtulajdonosokat és földhasználókat, tisztelt vendégeink, kedves vadásztársak, én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mástérre, és ezzel a vadászbálunkat megnyitom. Köszönöm. Thank you.
csak amitől a fényed már is kész. Ó, ez az a csók, úgy vár a remegő szájjal, meg örülsz. Ó, ez az a csók, ami látsit a vád. Á, milyen ez? Elég, ha könnyen a vád. Soron, hiszen egy olyan területen vadászunk, ahol azt gondolom, hogy egy nagyon szép gimbika állomány él, és azt szeretném elérni ugye legvégére, hogy minden, a vadásztárság minden tagja tudjon elejteni egy golyóvéret bikát. De hát ugye a rangsort valamilyen szinten és formában be kell tartani, az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, így is a tavalyi év munkáját értékeltem, ezért úgy döntöttem, egy kicsit szakítva a megszokott hagyományokkal, hogy a tavalyi évre egy ifjú vadászbarátomat fogom választani, mégpedig a következő szöveggel, elismerésül pont-pont-pont részére, aki a 2016-os vadászidényben a legsegítőkészebb vadásztársnak bizonyult. Ezért ő egy darab golyóérett szarvasbikát ejthet el 9 kg súlyhatárig. Ez pedig Marton Zsolt vadásztárs. Jó, egy fénykép mindjárt.